A kánikula miatt hamarabb indul az aratás, a forróság ugyanis már égeti a kalászokat, ami könnyen tönkre teheti a termést. A földeken nagy a szárazság, már most hiányzik egy egyhetes áztató eső, ám a folytatásban sem várható nagyobb csapadék. De nem csak a növények, hanem az állatok is nehezen viselik a hőséget. A híres hortobágyi ménes lovai minden nap hűsítő fürdőt kapnak. Minden hadrafogható kombájn a földeken, hivatalosan is elkezdődött az aratás. Amíg tavaly a sok eső, idén az aszály és a forróság okoz gondot a gazdáknak. Az Alföldön például a talaj felső egyméteres rétegéből 130 mm víz hiányzik a telítettséghez képest, így a talajnedvesség is kritikusan alacsony. Csapadék nem várható, de hőhullám annál inkább. Öppettek, és kicsik a szemek. Így néznek ki a kalászszemek a földeken, Hódmezővásárhely környékén. Ez egyértelműen a szárazságnak tudható be. A helyi gazdálkodó szervezet vezetője szerint az idei termésre mindent lehet majd mondani, csak azt nem, hogy jó. Itt optimista becslések szerint is a tavalyi 5 után legfeljebb 3 tonna körül lesz a termés átlag. Katasztrofális és elszomorító a helyzet ebben az ország részben. Az őszi árpák hozama a tavalyinak a közel fele, mondhatom a fele, és ugyanez, vagy még rosszabb az őszi búza esetén. Tehát itt már a 60%, 40% a tavalyi év 40%-át érjük el, úgy néz ki. Már megtörtént az őszi árpának a betakarítása. Dunapatajon az árpát már levágták, napokon belül a búzatáblákban dolgoznak majd a kombájnok. Sietni kell, mert a forróság miatt tovább csökkenhetnek a termés átlagok. Ez a mostani jellegi időjárás, ami ez a 35-40 fokos kánikulát jelenti, nagyon nagy problémát okoz, mivel hogy ez nem érési folyamatot generál, hanem már égetési folyamatot a jelentős UV-sugárzás miatt. Ezáltal a szemek megszorulnak, az érés megszakad, és a minősége, valamint a mennyisége a betakarítható termésnek nem lesz kielégítő. Ennek ellenére az biztosan ki lehet jelenteni, hogy bármekkora is az idei termés, bőven elegendő lesz a belföldi igények kielégítéséhez. Igazi felüdülés jelent Zsigának, a hortobányi nemzeti ménes büszkeségének a langyos víz. Az állattartóknak is van dolguk a hőségben. Rendszeresen kapnak hűsítő fürdőt a ménes lovai. Ilyenkor akár 80 liter vizet is megisznak naponta. A hűtőfürdő mellett a legmelegebb órákat a hűvös istállókban töltik. A lovakra a meleg az nagyobb terhelést ró, mint a hideg, amit általában itt ezen az éghajlaton szoktunk elviselni. Így próbáljuk őket legeltetésben is mindig napkeltekkor, tehát ami körülbelül 4:30 magasságában van most ilyenkor, kihajtani, illetve ilyenkor délbe behajtjuk delelőre a ménest inni, hűsölni árnyékba, illetve délután pedig 4 óra körül egészen napnyugtáig, sötétedésig szintén egy legeltetési szakaszt próbálunk a napjukba beleiktatni. A hőségben a legeltetési rend is megváltozik. A gazdák ugyanakkor azt mondják, szerencsére a legtöbb állat jól tud alkalmazkodni a hőséghez, így a forróság nem okoz különösebb gondot akkor, ha van elég ivóvíz és árnyék.